Jó estét kívánok! Fókuszban a Család és Nővédelmi Központ. Ezen a héten szombaton ingyenes nőgyógyászati szűrőnapra várják a hölgyeket, egy új ultrahang készüléknek köszönhetően pedig a kismamák mostantól többet tudhatnak meg magzatjukról. Erről lesz szó a mai esti mérlegben. Tartsanak velünk! Ismét nyílt nőgyógyászati szűrőnapra várják a fehérvári hölgyeket a Család és Nővédelmi Központba. Elsősorban azoknak a 25-55 év közötti hölgyeknek a jelentkezését várják, akik még nem vettek részt szűrővizsgálaton, vagy az utolsó részvételük óta eltelt 2-3 év. Magyarországon évente 1200 új méhnyakrákos beteget fedeznek fel, és minden nap meghal egy nő a betegségben. Sokan nem vesznek részt a rendszeres szűrésen, pedig az életmentő lehet. Ugye egy rákos betegségnél ugyan idejében felfedezve meggyógyítható véglegesen a beteg, fokozottan igaz ez a méhnyakrákra, de hogyha valaki elhanyagolt állapotban kerül már orvoshoz, akkor bizony csak a menteni a menthetőt lehetőségeink maradnak, és ezt szeretnénk megelőzni a rendszeres szűréssel. Én azt látom, hogy örvendetesen nő a szűrésre jelentkezők száma. Amit mindenkinek úgy magába számot kell vetni, amikor egy csendes estén elgondolkodik a saját életéről, az talán az, hogy nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy anyukák megszülik az 1-2-3 gyereküket, amennyi a családba tervezve van, és utána sok-sok évre eltűnnek a nőgyógyászok látóteréből, mint aki már megtette, amit megtehetett. Pontosan ez a korosztály, akit talán a leginkább szeretnénk, hogy úgy mondjam, becsábítani, és pontosan ezért szombati napokra tervezzük mindig ezeket, hogy el tudjanak szabadulni a családtól, megoldható legyen a gyerekfelügyelet, és el tudjanak jönni szűrővizsgálatra. Annak az oka, hogy amint említette, hogy szülnek néhány gyereket, és utána jó pár évig nem mennek nőgyógyászhoz. Ez lehet az, hogy félnek esetleg a diagnózistól, vagy magától a vizsgálattól? Én nem hiszem, hogy... Igen, szóval, de ez már nem az én szakmám, ebben már van egy kis lélekbúvárkodás is, hogy az emberekben mindig is van egy elhárítási reakció, hogy nem én vagyok a hibás, nem akarom a rosszat tudni, tehát ez a strusz politikára utal tulajdonképpen most a kérdéssel. De én úgy gondolom, hogy ennek nem túl nagy a jelentősége. És az a tény, hogy ma már a tini lányok is tudomásul veszik, hogy évente el kell járni nőgyógyászhoz, ez sok mindenben csökkentette azt a feszültséget, hogy így mondjam, amit a nőgyógyászati vizsgálattal. Nem az a misztérium már, mint 20-30 évvel ezelőtt, nyilván mások az eszközeink is, tehát az az egy-két percnyi kellemetlenség is jóval kisebb kellemetlenség ma már, mint ami, teszem azt, 20-30 évvel ezelőtti műszerpark mellett jellemző volt. Van arra esetleg valamilyen számadat, hogy önöknél úgy mennyire gyakori az, hogy egy-egy újabb beteget fedeznek fel? Hát azt kell mondanom, hogy gyakorlatilag szinte minden héten kapunk olyan kétes citológiai eredményt vissza. Ez nem feltétlenül a rossz citológiát jelenti még, hanem pontosan azt, amiért a vizsgálatot csináljuk, hogy minél korábbi állapotban, amikor szó szerint még egy-két sejt szintjén indul el a folyamat, akkor felfedezzük. Szinte heti rendszerességgel kapunk a mi általunk elvégzett, hát nem kicsi vizsgálati szám mellett, olyan eredményt, ami további vizsgálatot vagy kezelést igényel. Hál' Istennek az elhanyagolt állapotot jelző nagyon rossz leleteket, az hosszú idő telik el, amíg látunk. Pontosan ezért, mert igyekszünk idejébe szűrni. Abban az esetben, hogyha egy korai stádiumban fedeznek fel beteget, mi a következő lépés, milyen kezelések várhatók, mennyire sokrétű, vagy mennyire meghatározható előre, hogy mi vár a páciensre? Hát azt kell rá mondanom, hogy ebben is jelentős változás van az elmúlt évtizedben, hiszen ma már tudjuk, hogy a méhnyakrák túlnyomó többségét azt a évtized óta fennálló HPV vírusfertőzés okozza a legnagyobb mennyiségben, tehát ez 90 fölötti százalékos arányban. És nagyon sokszor már az irányítja rá figyelmet, hogy akár a citológiából, egyéb célzott vizsgálatokból kiderül a HPV vírus jelenléte. Nyilván az első lépcső ennek a tipizálása, ma már erre léteznek mindazok a DNS szintű módszerek, amelyekkel kimutatható ennek a típusa. Ebből bizonyos prognózis is van, hogy alacsony vagy magas kockázatot hordoz ez a vírustörzs, amelyik éppen a fertőzésben részt vesz.
és ez tulajdonképpen befolyásolja a későbbi kezelést is, mert ha a HPV-t kimutattuk, a legelső körben megpróbálkozunk gyógyszeres kezeléssel ennek a vírusnak a eltávolítására, és csak továbbmenő folyamatnál, olyannál, amikor tényleg a mészájon látható elváltozások is már vannak, illetve hát eredménytelen esetleg a vírusnak a eliminálása, akkor jön szóba az, hogy valamilyen műtéti megoldással ezt kezeljük. Ez rendszerint a kórus terület kimetszéséből áll, erre számtalan orvosi technika van a minimál beavatkozásoktól kezdve az egészen nagy műtétekig. Nyilván testre szabottan, egyedileg erre általános érvényű receptet nem lehet mondani, minden beteg más, és nála kell kiválasztani a megoldást. A város önkormányzata kiemelt figyelmet fordít arra, hogy felhívják a fehérváriak figyelmét a rendszeres szűrővizsgálatokra. Fehérváron évente kétszer szerveznek ingyenes szűrőnapot, amely előzetes regisztrációhoz kötött. Az időpontok mindig betelnek, mondta Őstör Anna Mária egészségügyi és sporttanácsnok. Nagyon örülünk annak, és kifejezetten hívjuk a dolgozó hölgyeket, akik hétközben nem annyira érnek rá, elfoglaltak, hogy ezen a hétvégi napon gondoljanak magukra, és jöjjenek el. Október egyébként amúgy is a hölgyek hónapja, hiszen ilyenkor van a nőgyógyászati szűrőnapunk, a mellrák elleni szűrőnapunk. Kérek mindenkit, hogy jöjjön, és amennyiben nem kap időpontot, ne keseredjen el, hiszen bejelentkezésre, akár interneten is az itt dolgozók szeretettel várják őket a rendelési időben. Az egy-egy ilyen szűrőnap után mennyire jön meg a hölgyek kedve, hogy elvégeztessék ezt a vizsgálatot? Sokan nagyon félnek. Ezt már évek óta mondják az itt dolgozó orvosok, hogy amióta Székesfehérvár egészségfejlesztési programja zajlik, azóta nagyon megnövekedett a szűrésen résztvevők száma. Amióta Fehérváron bevezettük a HPV elleni védőoltást, és igyekszünk arra, hogy minden nő eljusson, minden veszélyeztetett nő eljusson szűrővizsgálatra, és ezt vegye komolyan. Ezt már egészen fiatal korban kezdjük erre nevelni a gyermekeket. Azóta már, hála Istennek, a statisztikáink is javultak az újonnan felfedezett méhnyakrákok esetében. Október 14-én szombaton 8 és 13 óra között a Család és Nővédelmi Központ szakorvosai végzik a szűréseket, melyhez előzetes regisztráció szükséges. Az ingyenes szűrőnapon lehetőség lesz vércukor, koleszterin és vérnyomás mérésre, valamint korlátozott számban hasi ultrahangdiagnosztikai szűrés, melanoma szűrés és csontsűrűségmérés is lesz. A Család és Nővédelmi Központban nem csak a szűrések elvégzésére van lehetőség, a magzati diagnosztika is nagy hangsúlyt kap. Fontos mérföldkőhöz érkezett az intézmény. Október 4-én délelőtt bemutatták azt az új ultrahangkészüléket, melynek köszönhetően javulhat a diagnosztika. Mostantól új, kényelmi szolgáltatásokat is igénybe vehetnek a kismamák. Ilyen HD minőségű képeket láthatnak mostantól a leendő szülők a Család és Nővédelmi Központban akár 4D-ben is. Az új beszerzésnek köszönhetően a kismamák már maguk is láthatják egy monitoron a magzatot, de fotó vagy akár videó is kérhető. A készülék egyszerű kezelhetősége az orvosok munkáját is megkönnyíti. Tervszerűen dolgoztunk azon az elmúlt 20 évben, hogy igyekezzünk mindig a létező legtöbbet biztosítani a terhes kismamáknak és a nőgyógyászati betegeinknek is. Ennek keretében mindig, ami járóbeteg szakrendelő keretei között lehetett korszerű technika, azt igyekeztünk megszerezni. Számtalan ultrahanggépet vásároltunk, gyakorlatilag mindig igyekeztünk napra készek lenni, hogy ne öreg, mondhatni lentkerekes masinákon kelljen a vizsgálatokat elvégezni, és ebben most egy lényeges minőségi ugrás következett be, tehát most egy abszolút toppon levő készüléket sikerült szereznünk, ami az egyik legnagyobb gyártónak a idei terméke, idei fejlesztése, nívódíjat kapott a különböző orvostechnikai bemutatókon, és ezen kívül a könnyű kezelhetőségével gyakorlatilag virít, tehát úgy érezzük, hogy itt most egy minőségi ugrást tudunk végrehajtani a terhes szűrés terén. Ez a terhes szűrés biztonságát és minőségét javítja elsősorban, de általánosságban, hiszen a nőgyógyászok a legnagyobb számú használói a képalkotó technikákon belül az ultrahangnak, tehát ez azért a nőgyógyászati diagnosztikában is döntően segíti a munkánkat.
Néhány kényelmi szolgáltatással is együtt jár ez az ultrahang készülék. Mi az, amit igénybe tudnak venni a kismamák, hogyha ide jönnek? Hát a legelső, amit még elmondani se kell nekik, mert maguktól is észreveszik, amikor lefekszenek a vizsgálóágyra, hogy a tekintetükkel szemben ott van egy második monitor, ahol nyomon követhetik a vizsgálatot, és láthatják a kisbabájukat. Ez eddig nem volt meg, most ehhez a géphez ez már telepíthető volt, és az igazság, hogy vérszemet kaptam, tehát lehet, hogy megpróbáljuk a többi házban üzemelő készülékünkhöz is valamilyen módon egy hasonló megoldást találni. Ez talán a leglátványosabb, hiszen résztvevőjévé válik a kismama is a vizsgálatnak, és láthat mindent valóban. A másik az, hogy természetesen erről fényképfelvételt is tudunk nyomtatni a számára. Rendszerint igyekszünk olyat, ami, hogy úgy mondjam, a kívülálló rokonok, ismerősök számára is látványos tud lenni, és hát tényleg egy ilyen bemutatkozó kép, hiszen ezeknek a képeknek nem a tudományos értéke a meghatározó, hanem az, hogy egy emlékkép, a fotoalbum első képe, ahogy szoktam volt mondani, a kismamáknak legyen meg. Ebben létezik olyan is, hogy egy nagyobbat, vagy akár több kisebbet, ez igény szerint működik. És ami most tulajdonképpen már tesztelt, tehát akár élesbe is használható az, hogy akár egy kis bemutatkozó videót is csináljunk a babáról. Természetesen ma már nem DVD-re dolgozunk, mert az egy idejét múlt valami, tehát pendrive-ra vagy memóriakártyára tudunk ilyen felvételt készíteni. Ezen utóbbiaknál bizonyos önköltségi térítést kénytelen leszünk elkérni, erre ezt az önkormányzat meghatározta számunkra. De én azt hiszem, hogy most az örömről beszéljünk inkább, ne pedig ezekről. Jelentheti ez a készülék azt is, hogy a diagnosztikában könnyebben észrevesznek esetleg rendellenességeket? Mindenképpen jelenti azt, hogy lényegesen biztonságosabbá válik a fölismerhető rendellenességek megtalálása. Ugye minden alkalommal elmondom, és akkor itt is hadd ragadjam meg a fórumot, az ultrahang sem mindenható. Nyilván azok a rendellenességek ismerhetnek tők fel, ami vagy a magzat kontúriában, vagy a szerveiben, vagy általában nem különböző metszeti képeken látható, a normálistól eltérő elváltozást okoznak. Ez nagyon sokféle betegség, ami beköszön és mutat valami jelet, de soha nem mondhatjuk azt, hogy mindent fel lehet ismerni. Igenis mindig lesznek olyan betegségek, amelyek nem fölismerhetők az ultrahanggal. Azon a körön belül, ami ma már józanul elvárható, és tényleg elvárható, hogy fölismerjük, vagy fölmerüljön a gyanúja legalább további célzott vizsgálatokat indítsunk, ez mindenképpen egy nagyságrenddel növekszik az új géppel. A jelenlegi 12 millió forintos beszerzéssel már valamennyi rendelőben korszerű diagnosztikai eszközök várják a betegeket, fogalmazott Varga Márta, a Humán Szolgáltató Intézet igazgatója. 10 év alatt sikerült végül is, most már ez a negyedik beszerzés, amit OEF finanszírozásból sikerült ebben az évben, ez év nyarán megvalósítani. Ez a legkorszerűbb, mivel nyilván ez a technika nagyon gyorsan fejlődik is, de az átlag életkor így 3 és 4 év között van a gépeinknél. Ez egy félidős magzati szív. Benne az áramlások. Büszke vagyok arra, hogy Székesfehérvár, amikor választhatott, akkor azt a megoldást választotta, hogy a Család és Nővédelmi Központot az önkormányzat fenntartásában hagyja. Látszik, hogy azóta folyamatos a fejlődés, újul a géppark, ez az új ultrahang csoda, ez is annak köszönhető, hogy a megemelkedett finanszírozásból, takarékos gazdálkodással, észszerű beosztással valóban saját erőből is lehet fejleszteni. Több intézményben van már hasonló készülék, mi lesz a folytatás? Mindig vannak ötletek, és mindig igyekszünk, hogy minél magasabb színvonalon tudjuk ellátni a székesfehérvári hölgyeket, kismamákat. Ami nem holnap fog kezdődni, de a távlati nagy megoldás az a CNK-nak a felújítása lesz. A Család és Nővédelmi Központban ezzel nem értek véget a fejlesztések. A tervek szerint az épület valamennyi rendelőjébe vásárolnak újabb monitorokat, hogy egyre színvonalasabban tudják ellátni a pácienseket.
Ne feledjék tehát, ezen a héten szombaton minden 25 és 55 év közötti hölgyet várnak a Család és Nővédelmi Központba egy ingyenes nőgyógyászati szűrőnapra és egyéb más egészségügyi szűrésekre. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!